part mellett mindjárt 4-5 méteres a víz, ott én is szeretek pergetni, bár mostanában nem adott halat. Tavaly tavasszal adott utoljára normális halat. Erre túl harcsát egy pár darabot. Megyünk. Az a baj, nem lehet lejönni kocsival a csónakhoz, mert akkor a gödrök vannak, teli vannak vízzel. Azt nem tudok lehozni több botot, mert akkor hoznák le pergető botot is. Az ember még menne vissza a kikötő részre, addig megdobálnám a part mellett, hogy csurgok, de hát most nem hoztam. Amúgy is van egy 200 méteres darab, ahol még a bogyót is föl szoktam venni, mert annyi kullancs van, hogy ha végigmegy, akkor minimum 5-6 darab van benne. Inkább fölveszem. Én meg úgy védekezek a kullancs ellen, hogy benzinnel befújtam a bakancsomat. Szerintem többet ér, mint bármilyen szúnyogriasztó. Gázola is jó, meg a benzin is. Katonaságnál csináltuk, hogy rengeteg kullancs volt, akkor a drágot is, meg a csizmát is befújtuk gázolajra. Egyetlen egy darab kullancs nem jut utána. Egy nagy halugrat. Ha egész évben ilyen szépen folyna a folyó, akkor csodálatos lenne. Hát ez egy nem egy akciós videó lesz, de lehet, hogy azért feltöltöm. Hát igen, csónakból egész más. A partról nem látszik. Két oldalt a bokor, meg szembe a víz. Így, hogy bejebb van az ember egy kicsit, így kitárulkozik a folyó, hogy milyen szép. Ígértek eső, de szerintem nem lesz ebből eső, mert már a nap is kisütött. Kicsit befelhősödött, de most rengeteg sneci van. Itt a folyón pillanatokat lehet fogni. Csali halat. Hortágon meg csak kínlódik az ember. Kimehetsz a stégre. Kutyuska. Szerintem megint egy ilyen relax videó lesz. A színek azok viszonylag szépek. Van
madárfügy is. Ott fogás is. Hogy meg kéne oldanom ezt a evező kérdést, hogy ne kelljen mindig cipelni. Oda kéne lakatolni a csónakod. Vagy lehet, hogy csinálok egy olcsóbb kivitelűt. Van otthon egy Trabant ajtóm. Abból szoktam ilyen kis könnyű evezőket csinálni. Az se pici út. Szerintem kikapcsolom. Sziasztok!